Őszintén szólva, elnézést kérek azoktól, akik a Rift Racer videót várták először, de igazából összejött valami, ami fontosabb most éppen. Ma hajnalban volt szerencsém megtekinteni egy francia filmcsodát, idézőjelben, a Happily Ever After nevezetű dolgot, ami szerintem egyáltalán nem volt olyan happily végére érve, erre majd visszatérlek. Azaz valami francia nevű valamit. Inkább tegyünk át a magyar fordításra. Ez viszont talán a legjobban passzoló cím a filmhez. Változatok a házasságra. Ami egy romantikus végjátékra hajazó valami. Történetről nem sokat tudnék mondani. Van kettő darab házas pár, meg egy öregebb kurafi, aki tényleg azt kur, akit lát. Igazából mindhárom férfitől totálisan messze áll az a kifejezés, hogy megállapodott, mindegyik szeretne a saját feleségén kívül olykor másit döngetni. A storyline igazából egy főbb családocskára fókuszál, és pont ezért zavar, hogy ott sikerült a legdurvábban szépen szólva összecsapni a végkifejletet, hogy csak néztem is, hogy mi a franc történik. Nem tudtam, hogy mit látok. Azon a szálon ugyebár az történt, hogy a férj csalta a feleséget más nővel. A feleség ezt elvileg elég régen sejtette, nem igazán tudni hogyan, meg honnan, de a film közepén kimondja azt az ominózus mondatot, aminek totál ellent mond a film végén, nem csalja meg ő is bosszúba a férjét, hiszen szereti. Olyan rohadt szép filozófiai gondolatokkal állítatott filmnek indult ez az egész, tényleg szobásan elhűltem annál a jelenetnél, amikor először felbukkan a szerető. De elbaltázták. Kellett az a Depp cameo, nagyon kellett az a Johnny Depp cameo. De nem ide és nem így. Totál az elején felbukkan a srác, miközben a feleség totál random elkezd zenét hallgatni a zeneboltban. Zárójeles hozzáfűzés, Radioheadnek a klipét hallgatta. Most megjegyezném, hogy amúgy bitangjól belevágott a zenék csendnek fel a filmben, és van egy olyan sejtésem, hogy nagyon nagy Radiohead fan lehetett az, aki ezt elkövette ezt a filmet, hiszen 3,5 szám csendül fel tőlük. A fél tulajdonképpen a klipnek az akusztikus verzióját takarja, ami felszólal nem sokkal később az ominózus jelenet után. Zárójeles részletet bezárnám. És előjött egy teljesen kihagyható és felséges romantikus szál, ami 2 jelenet erejéig volt benne. Itt, meg a film utolsó 10 percében. Nem is lett volna ezzel probléma, ha jól adják meg. Vázolom a szisztémát. Úgyis vázoltam volna, ha a mikrofonom hirtelen nem halt volna meg félig. Most a másik mikrofonommal próbálkozom, hát ha az most nem recseg meg búg annyira, mint múltkor. Nagyon reménykedem. A feleség kikönyörögte, hogy költözzenek ki vidékre, hiszen a fiúnak is meg neki is jót tenni a dolog, és a telek is elég olcsó tud lenni. Félj beadta a derekát, miközben továbbra is azon fiózik, hogy most éppen mi a rákot csinálja, hiszen rájött, hogy a felesége tudja azt, hogy csalja, ezáltal választania kéne. De nem, nehogy azt higgyétek. Normális sablon filmnél nyilvánvalóan a feleséget választotta volna, ezt a beítet elég betette velem a film is, hogy rajtok kívül szinte mindenkinek eltűnt idegenesebb problémája. De valahogy mégsem. A maradék egy házas pár, illetve most már megállapodott öreg faszi, meglátogatja a vidéki családocskát, de megint csak a szokásos fél asszony vitákat tolják jobbra-balra. Szerintem a többség tudja, mire gondolok, és a feleség kijön, megkínálják cigivel, majd utána néz a szépen telefonáló férjéhez, aztán bemegy. A férj természetesen nem tudott dönteni, és még mindig bogosgatja a lotyúját, mint egy döntésképtelen balfasz. Meg igazából miért is ne. Poén, hogy közben totálisan leszalt a pár ezután lejátszott késor alapján, szóval abszolút nem értem a habekot, hogy mit bír azon a ágyason. Na de, jön a grand finálé. Feleség elmegy munkába, férj is, feleség foglalkozik az ingatlan eladásokkal, és ide is szervez egy találkozót az egyik ingatlan kapujánál,
De kimegy oda, na kimegy oda hozzá, adok 5 percnyi gondolkodás, lejöv a poént, deptet vissza, aki héttel megtanultva, hogy franciául. Be is mennek, és jön az a rohadt kínos tiftes jelenet, aminek még természetesen tudja mindenki, hogy mi történik. Ez itt az állóram. Csók. De minek? Ez a film kifejezetten támogatja a visszacsalást. Mire fel? Ha nem tudunk javítani a kapcsolatot, akkor szálljunk bele és ereszkedjünk le arra a szintre, amire a párja ereszkedett. Miért ne? Értem én, hogy a film nagyon egyedinek akar tűnni a sok sablon romantikus film mellett, de ezzel pont elrontották az egészet. Az egész lényegét. Hiszen elviselt volna a pásztex jelenet helyett több percet a karakterek jellemzése. Nem tudjuk meg például azt se az alap dolgok közül, hogy miért nem jó a fénynek a felesége. Ugyanolyan szépek, sőt gyönyörűek, ugyanolyan jó a testük, ugyanúgy, hát, lássuk be, izgatóak, és még ráadásul a feleségnek több humorá is van, mint az ágyasának, szóval abszolút nem értem. A szerető folyamatosan kérdezgette a jövőről, kérdezgetett olyan szinten, alapszinten hülye kérdéseket, hogy jobban szeretsz engem, mint a feleséget? Illetve, mi lesz így velünk, stb. Az abszolút olyan, amikor érteten kérdezi anyát, hogy jaj, ugyan mi gond van abban, hogy olyan férfiba szerelmes, akinek felesége van. Akinek felesége van. Nyilván aztán, amikor találkozott a feleségvel, akkor felkapta a nyúlcipőt, de így alapjáraton tényleg kidolgozottan volt szinte mindegyik karakter. Ezáltal pedig a film addig 80 perce egyszerűen a szelektív hulladékgyűjtőben végzi. Kár érte. Őszintén szólva, a film kifejezetten egyszernézős, de aki csupán Johnny Depp alakítására kíváncsi, azt őszintén szólva kérem, hogy maradjon távol a filmtől. Mert csak egy csalódásra nézne szembe. Én csak tudom, én is így jártam. Vannak nagyon jó jelenetei, a zeneportos creep hallgató rész egyszerűen kultikusan jó, addig, amíg nem vagy tisztában a film történetével, meg úgy alapból humorilag elég jól el lett találva. Jó párszor azért sikerült megnevetetnie, de mint romantikus filmet ezt nem igazán tudnám nagyon ajánlani. Nagyon max a szex jelenetek miatt, de akkor már ennyi erővel pornót is ajánlhatik, nem? Dehogy nem. Szerintem az IMDb-n lévő 6,6 pont még úgy megállja a helyét, ha Depp nem is, de a feleséget játszó Charlotte Gainsbourg kifejezetten feldobja az alakításával az egészet. Ha esetleg tudatlanságom miatt fikáztam le a filmet, akkor kérek minden zsenét, hogy ilyen kultúráltan lehetőleg észrevételeit. Mivel ez az első úgymond filmbemutató, még úgy egyáltalán még eléggé új vagyok a bemutató készítés terén, szívesen elfogadok tanácsot a stílusom csiszolására, illetve ha látsz bennem némi potenciált, akkor egy megosztás büszkék kombónak is örülnék, de nyilván nem kötelezek erre senki se, ahogy a feliratkozás gomb se kötelező. Megnyomásilag. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem ti boldogabban éltek és haltok meg, mint a filmben szereplő páros. Köszönöm szépen a figyelmet, csüssz! That you choke.